Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Vegra Györgyöt halljátok, és élőben jelentkezünk. Ezt a mai élőadást egyébként bevallom nektek őszintén, hogy valahol ti alkottátok, ti hívtátok életre, hiszen olyan kérdéseket tettetek fel a mai nap folyamán Cooper kutya megmentésével kapcsolatosan, ami tényleg egy izgalmas kérdés, és ami a mostani élőadásnak ugye a címében is benne van, hogy mi is az a valódi állatvédelem, és hogy mi alapján lehet felismerni azt, hogy kik azok az állatvédők, vagy kik azok az állatvédelmi szervezetek, akik tényleg mentenek, nem csak begyűjtik, bezsebelik az adó 1%-okat, a támogatásokat, és valós érdemi munka alig vagy szinte nincsen. Úgyhogy ezekről a kérdésekről fogunk a mostani élőben, vagy fogok nektek beszélni, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Szerintem, hogy az elmúlt 3 évben megismertetek engem, azért azt észrevehettétek, hogy én nagyon improvizatíven nyomom. Tehát nem szoktam megtervezni azt, hogy úristen, én most mit fogok mondani az élőben, hanem amit én megtapasztaltam abban a 3 évben, vagy abban az időszakban, amióta ugye itt vagyok, ez már 4. évem lesz, igen, 2017-18, igen, 19, amit megtapasztaltam. Na induljunk akkor az elején, és arra kérlek bennetek, hogy osszátok meg a videót állatbarát, állatszerető ismerőseitek között, mert szerintem nekik is fontos az, hogy tudják, iránytűként tudják majd használni ezt a mostani videót, hogy mire figyeljenek, kiknek adományozzanak, mely állatvédelmi szervezeteknek. Ez egy nagyon fontos, egy nagyon kardinális kérdés. Már vissza akkor a történet elejére. Ugye 3 évvel ezelőtt, 2016-ban én egy voltam a sok közül, mármint abból a szempontból, hogy ugyanúgy gondolkodtam, mint ti. Azt hittem, hogy ha valaki ugye állatvédő, akkor ő szintiszta, jóságos, angyali lélek, nincs benne gonoszság, nincs benne kapzsiság, nincsenek benne azok a negatív emberi attribútumok, amik ugye félreviszik a világunkat, megrontják az életet. Aztán képzeljétek el, hogy pofonokat kaptam. Az első pofonok azok a rosszindulatú dolgok voltak, vagy a rosszindulatú viszonyulások, attitűdök voltak az állatvédők részéről, akik ugye betámadják az embert, ha más mersz lenni, ha más a metodikád, mint amit ők megszoktak, vagy amit ők neked elképzeltek, ez a legszebb, akkor ugye támadás célpontjává válsz. Ez lenne szerintem a történetben egyébként a legkevesebb és a leginkább meghatározó dolog. Ami igazán fontos és lényeges az, hogy tényleg hogyan tudod felismerni azt, hogy ki az, aki ténylegesen ment, ki az, aki valódi állatvédelmet folytat. És ez a valódi állatvédelem, ez ugye 2017, 18 és 19, ez a 3. évem, hogy ugye adó 1%-ot gyűjtünk, és most fogjuk ebben a kampányunkban először használni azt, hogy valódi állatvédelem. Mert ez egy nagyon fontos és nagyon találó kifejezés. Látom, hogy közben itt irogattok, és néztek engem. És tényleg annyiszor kérdeztétek a mai nap folyamán, hogy Gyuri, mi alapján tudjuk eldönteni azt, hogy most ki az, akinek érdemes adományozni, melyik az a szervezet, kik azok a szervezetek. Akkor én most végig vezetne benneteket azokon a támpontokon, hogy mire figyeljetek. Ami nagyon fontos, én azt gondolom, az a transzparencia, az átláthatóság. Én a mostani fejemmel ugye tapasztalt állatvédőként, tapasztalt rókaként már azt mondom nektek, hogy én csak olyan szervezetnek adományoznék, aki transzparens, aki átlátható, aki folyamatosan beszámol a mentésekről, nem kell élő videóban megtenni ezt. Ez lehet írásos beszámoló képpel együtt, de történjen meg. Akinek nem csak akkor jó az adományozó, amikor kérni kell, hanem akkor is, amikor feedback van, amikor visszajelzés van. Nagyon fontos szempontnak kell annak is lenni, amikor kiválasztjátok, hogy melyik állatvédelmi szervezetet támogatjátok, hogy az az állatvédelmi szervezet rendelkezik-e menhelyjel, telephelyjel, vagy minimálisan ugye gondozó helyjel. Érdekes elgondolkodnotok azon, hogy hogy fordulhat elő, hogy 7-8 éve tevékenykedő állatvédelmi szervezeteknek, akik azért már jó bőségesen megszedhették magukat adóeggyel és támogatásokkal, miért nincs menhelyük vagy gondozóhelyük. Ez egy nagyon fontos szempont, és ezen gondolkodjatok el. Tehát én, hogyha a te helyedben lennék, csak olyan szervezetnek segítenék, ahol látom az érdemi állatvédelmi munkát, ahol meglátogathatom a védenceket, ahol folyamatosan beszámolnak a mentettek, a védencek állapotáról, ahol nem sértődnek meg a kérdéseken, azon a kérdéseken, hogy mi van ezzel a kutyával, hol van az a kutya. És
ahol nem herdálják el az adományokat mondjuk extra magas panziós költségekre. Van Magyarországon ma egy állatvédelmi alapítvány, nem mondom ki a nevét, nem azért, mert nem merem, mindenki tudja egyébként, hogy kiről van szó, csak nincs jelentősége magának a névnek. Aki képzétek, hogy 2-2,5 millió forintokat kéreget folyamatosan, szisztematikusan panzióra. Most gondolkodjatok már el azon, hogy ebből a 2,5 millióból hány, milyen telepet lehetne bérelni, és nem pedig elmenni panziós, nem elkölteni ezeket panziós költségekre, amik lehetnek családi vállalkozások, nagyon jó haver, barát, és mehetnek ugye egymás között a szétosztások. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy a panziónak nincs létjogosultsága, mert igenis van, szükség van a kutyák elhelyezésénél, mi is panzióztatunk, csak az arány nem mindegy. Ne gondoljátok azt, hogy felelőtlenség azt gondolni, és irracionális azt gondolni, hogy 2-2,5 millió forintot egy civil szervezet, tehát én egy adományozó helyében azt mondanám, hogy ez a szervezet nem gazdálkodik jól az adományommal, mert 2,5 millió forintot elkölteni arra, hogy panzióra, én azt gondolom, hogy ez luxus. Még akkor is, hogyha te határozod meg, hogy az adományod az milyen, és merre, milyen irányba megy, csak az a nagy baj, hogy ez a 2,5 millió forint hiányozni fog annál a szervezetnél, állatvédelmi szervezetnél, aki saját telepet tart fent, aki nem a családi vállalkozással, ami ugye, mert ez mondjuk ki, a panzió az kőkemény biznisz. Nem a rokont, nem a barátot támogatja. És például gondolkodjatok el a Valentin projekten, igaz? Vegyük alapul ezt a projektet, ahol 35 millió forint összejött. Nem gondolkodtatok el egy másodpercre se azon, hogy miért van az, hogy a 35 milliót, azt az a szervezet, aki panzióra gyűjt havonta 2,5 millió forintot, az a 35 millióból első körben miért nem saját telepet vesz? Ebben semmi rossz indulat nincs ezen kérdés megfogalmazásában, csak én, mint egy alapítványnak a vezető elnöke, aki az adományokkal felelősség teljesen igyekszik bánni, én nekem az első döntésem a kuratóriummal az lett volna, hogy vegyünk egy saját gondozó helyet. Tehát ő pedig 35 millió forintot beáraszt esélytelen kutyák mentésére, úgy, hogy ebből saját telepet hozhatott volna létre. Elgondolkodtató ez is, a panzió biznisz pedig dübörög tovább. Ezek azok a jelek, én azt gondolom, amire én a helyetekben nagyon-nagyon odafigyelnék, és ami még nagyon fontos, mindig kérdezzetek. Tehát menjetek el, fáradjatok el, tekintsetek be az adott civil szervezet alapítványnak a számláiba. Ne engedjétek magatokat megvezetni. Nem a közhasznúsági jelentésbe, az egy kozmetikázott valami a számlákba. Tegyék ki minden magyarországi állatvédelmi szervezettől elvárható minimum, hogy ne csak akkor legyen jó az adományozó, amikor kérni kell, hanem akkor, amikor prezentálni kell a számlákat is az orvosi költségekre. Ne elégedjetek meg tákolmányokkal, kreált Word, Excel táblázatokkal. Mi is mindig kitesszük a számlákat. Azzal ne foglalkozzatok, hogy most a szolgáltató neve ugye ki van-e takarva vagy nincs, hiszen a szolgáltató ugye üzleti titok részét vagy tárgyát képezhet, hiszen mondhatja azt, hogy ő nem járul hozzá ahhoz, hogy publikáljuk mi az ő nevét, de az alapítványnak a neve, a szervezetnek a neve, az mindig legyen ott. Tehát azok a szervezetek a leggyanúsabbak, akik túlon túl panzióztatnak az én aspektusomból, az én szemszögemből, ott el kell gondolkodni, hogy mi állhat mögött a túlon túli panzióztatásnak, és ami még nagyon érdekes, azok a telep nélküliek gombamódra szaporodnak, divatos lett ma, trendi lett ma Magyarországon állatvédőnek lenni. Én nekem képzétek el, hogy 2017-ben, amikor ugye átvettem a kutyasegély szolgálat alapítványt, tudjátok mi volt az első feladatom? És nem véletlenül, vagy az első feladatom az volt, hogy saját gondozó helyünk legyen. Miért is? Mert mire is kérsz, hogy is akarsz állatvédelmi tevékenységet folytatni saját gondozó hely nélkül? Úgyhogy ti kérdeztétek, én csak válaszoltam arra, hogy szerintem miben látszódik, vagy mik azok a jelek, amik meghatározhatják azt, hogy mi is az, hogy valódi állatvédelem. Én a helyetekben erre figyelnék, és ezek szerintem a legfontosabb kritériumrendszerek, vagy aspektusok, vagy szempontok, amikre én a helyetekben nagyon, de nagyon odafigyelnék. Úgyhogy szerintem nagyjából ennyi, megnézem a kommenteket is, hogy mit írtatok.
megforgattad Magyarországot az állatvédelemben, azt mutatod, hogyan kell csinálni a mentéseket, beszámolni, bizonyítani, ezért hiszek én neked, mert látom folyamatosan a munkádat. Én küldöm nektek az 1%-ot, igazad van, Gyuri Coopernak nagy szerencséje, hogy hozzád került, olyan jó élete lesz, amilyen eddig nem volt szegénykének. Na hát ez biztos. Tehát, hogy Coopernek nagyon jó élete lesz, és Cooper boldogságáért mindent meg fogunk tenni. Az, hogy ő neki teljes lesz az életén, ebben 100%-i biztos vagyok, és abban is 100%-i biztos vagyok, hogy addig fogok menni, addig fogok küzdeni, amíg ugye a kutya, azaz Cooper családhoz nem megy. Cooper történetére visszatérve egy picit, ugye, mert ma ez érdekes volt, hogy megjelentek olyan bandit állatvédők, mármint így utólag, amikor meglátták a Vegera nevet, ugye a nevemet kiírva, hogy mi fogadjuk a kutyát. Ott volt egyébként 24 órájuk arra, hogy ők is megtegyék ezt és fogadják a kutyát. Hogy mindig akkor tűnnek fel, amikor már látják azt, hogy mi megkezdtük a mentési munkáknak az előkészületét. Volt 24 órájuk rá, akkor sehol nem voltak, majd hirtelen előtűnnek, és amikor akadályozni kell azoknak a munkáját, mint a miénket, akik tényleges mentési munkát végeznek, akkor ugye azonnal megjelennek a Hodosán Eduard és a többi csodálatos lény. Kérdezi itt valaki, hogy a Csipet csapat alszik-e már? Igen, teljes mértékben igazad van. Mi van azzal a kutyussal, akit a bácsitól vettetek el? Filkó kint van a gondozóhelyünkön, hát még nem az igazi, tehát rajta nagyon sokat kell majd dolgozni, hogy jó legyen, fél retteg, de hát nem két nap alatt szedte össze ezeket a traumatikus élményeket, hanem nagyon hosszú időn keresztül szenvedett, úgyhogy minimum annyi idő kell majd hozzá, vagy annak a fele, hogy ezt ugye orvosolni tudjuk nála mentális értelemben. A másik buli, micsoda, a másik úr érdekes módon senki nem jelentkezik. Most ne haragudjatok, most így látom, hogy egyre többen elkezdtetek, ugye az előbb mondtam a kérdéseket, egyébként bármilyen kérdését, de ne abba menjen el most ez az élő adás, hogy azt kezdjük el, hogy melyik kutyánk hogy van, hiszen ezeket a posztokat mind láthatjátok. 25 ezerszer elmondtam már, hogy Kókuszta jól van, hamarosan jön vissza hozzám, úgyhogy látni fogjátok, most ugye a nagymamájánál van, ahogy én szoktam mondani. Ami még nagyon fontos, és erre szerettem volna kitérni, ez is ugye annyi minden történt az utóbbi időben, az, hogy ugye volt ez a kutya, ez az elgázolt kutya, akit egy fiatal srác ugye eloldott a fának, tehát egy fához volt kötve, és utána a fiatal srácot a Kapsz egy füles oldal, ugye sokan azt hiszik, hogy ott én írom a posztokat, tehát el kell keseríts meg az állatkínzók szégyenfalát is, Fegere György csinálja, elárulok egy titkot, nem. Vagy ha be is írok mondjuk az állatkínzók szégyenfaláról, vagy be is írnék, maradjak, akkor itt titokzatos, hogy a Kapsz egy fülesre is ez a poszt, ez nem én hozzám volt köthető. Ugye ez a fiatal srác ugye azt tette, hogy eloldotta a kutyát a fától, és ezáltal végül is közvetetten, de még ha minden jó szándék is vezérelte szegénykét, de azért felelőssége van abban, hogy a kutyát utána elütötte a kocsit, de én őt abszolút nem bélyegezném meg, semmiről nem tehetett. Én azt gondolom, hogy őt ilyen szempontból, tehát ő a jó szándék vezérelte. Ami érdekes a történetben, az az állatvédelmi szervezetnek a magatartása. Képzeljétek el, hogy a fiatal srác megírta, nem nekem, a Kapszegfüles csapatának, ők csak átküldték ezt nekem, a levelezést, vagy a levelezésből részleteket, meg ugye a teljes levelezést nem láttam. És képzeljétek, hogy ott azt nyilatkozza a fiatal srác, hogy ő először hívta a 112-t, a 112 elvezényelte őt a tatai, ha jól tudom, állatvédelmi szervezethez, aminek a nem tudom milyen képviselői idejöttek trollkodni tegnap az oldalamra. És képzeljétek el, hogy nem mentek első körben, mert azt mondták, hogy teltház van náluk. Ahogy meglátták azt, hogy micsoda megosztás kerekedett, és milyen történet, milyen hírértéke van az adott kutyának, akkor végül is valahogy a teltház ellenére mozgósítani tudták magukat.
Szóval most jön a csavar a történetben, hogy ugye oké, a kutyának kettétört a gerince, próbálták nekem megmagyarázni, hogy mit jelent a kettétört gerince, amikor kettétört gerinci kutyával élek együtt, sőt nem egy, nem kettő, rengeteg gerincsérült, kettétört gerincsérült kutyát, hála jó Istennek, mentettünk meg veletek, és hát mi történt, ahogy az esetek 90%-ában lenni szokott, elaltatták a kutyát. Tehát azt, hogy mondjuk, hogy nagyon sérült a gerince, és hogy nagyon rossz állapotban volt, az nem fel, tehát én ilyenkor azt hiányolom, hogy azonnal mind az állatorvosok, mind pedig az állatvédők egymással karöltve, mintha lenne egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen képzeletbeli, vagy egy ilyen ki nem mondott paktum, hogy oké, akkor gerinctörött, kettétört gerincű, akkor le kell altatni a kutyát. Nem kell altatni egy kettétört gerincű kutyát, ez egy tév, hit. Nagyon sok kutyánk él, kettétört gerincű kutya, Rozika, imádom őt, Fannika, ott volt ugye, vagy például vegyük itt van Sívát, hogy sorolhatnám még neked, gerincsérült kutya volt, szegény Morzsi, és rengeteg olyan kutyánk van, akire, vagy ott van Suba, akit azonnal altatásra ítéltek, de itt volt Herkules gerincsérült kutyaként, aki áll, úgyhogy felsorolni nem tudom, számát nem tudom, olyan sok, hirtelen olyan sok lebénult kettétört gerincű és sérült kutyát mentettünk. Most itt van egyébként Suzika, őt nem hagyom ki a sorból, akinek ha megmutatnám nektek a röntgen felvételét, akkor dobnátok egy hátas, annyira brutális. Tehát teljesen alácsúszott, elcsúsztak a csigolyák, ugyanolyan jellegű sérülése volt, mint ennek a kutyának, ahogy leírták. Csak az a különbség, hogy Suzika él, Suzika megkapta az esélyt, Suzika több orvosi beavatkozáson több 100 000 forintért átesett, míg ennél az állatvédelmi szervezetnél azonnal lealtatták a kutyát. Ez a legelszomorítóbb, hogy igen, az embernek el kell azt fogadni és el kell ismerni azt, hogy nem minden élet menthető. És vannak élettel összeegyeztethetetlen sérülések, mondjuk ha leszakad a fejed, vagy ha leszakad tőből a karod, de nem a kettétört gerinc. És erre nagyon jó példa, azok a kutyák, és itt van kint ugye Sivalina Balarina is, akinek szintén megszakadt a gerincelő folytonossága, nem ismétlem már, hiszen az előbb elmondtam nektek. Tehát, hogy ha akkor segített volna az állatvédelmi szervezet, és ezt akartam konklúziónak kihozni ebből az egész történetből nektek, amikor a fiatal ember, a fiatal srác telefonált, hogy a fához van kötve a kutya, és kell a segítség, és nem elhagyják őt teltházra hivatkozva, akkor oda mehettek volna, együtt leköthették volna, vagy kiköthet, eloldhatták volna a kutyát, és nem ütötte volna el a kocsit. Tehát itt nem a fiatal embernek van óriási felelőssége ebben, hanem magának az állatvédőknek, és magának az állatvédelmi szervezetnek. És én nagyon-nagyon utálom azt a fajta farizeus, nem is tudom, ilyen állatvédelmi lekezelő stílust az állatvédőktől, hogy ők szent és sérthetetlenek, hogy ő amit kimond, az biztos, hogy úgy van, ez nem igaz. Igenis, ha felelősségünk van valamiben, akkor azt el kell ismerni, mert ugye mindannyian emberek vagyunk, bármennyire is a jó szándék vezérel minket, én is leterhelt vagyok, ők is leterheltek, ezt senki nem vitatja, de itt óriási felelőssége volt a szervezetnek, és ez egy kutya élete volt. És gondoljatok bele abba, hogyha ezt a mi alapítványunk tette volna meg, és mondott volna nemet egy kutyára, akit utána elütöttek, akkor mit mondtak volna rólunk? Milyen hírünket keltették volna, és születtek volna a lejárató, a gúnyoldalakon a nevemet használunk, mert már divat használni a Vegera nevet, mert ha Vegera névre, akkor oda sereglenek a mocskolódók, akkor jó kis parti lesz az adott poszt alatt, hogyha az én nevemet ugye odaírják. Szánalmas. Tehát, hogy valahol úgy elvész az egészben a lényeg pedig a kutya, bármint nekem, meg szerintem nektek is. Úgyhogy tényleg én ennek a történetnek csak az üzenet jellegét szerettem volna most megfogalmazni nektek, hogy bármikor az életben elütött kutyán kell segítenetek, és azt a diagnózist halljátok, hogy kettétört gerinc, ne engedjétek magatokat elcsábítani abból a szempontból, hogy az orvos rávegyen titeket, hogy el kell altatni. Persze vannak olyan sérülések, amik nekünk is voltan kettétört gerincű kutya, akit 3 napig mondjuk azt mondtuk 72 órán át, hogy még éljen, nézzük meg, hogy fog-e tudni székletet üríteni, vagy sem, stb. Nem tudott, el kellett engednünk. Tehát vannak olyan esetek, de ne legyen ez a hívó szó a halálra, és az azonnali elengedés, hogy kettétört a gerincel, mert akkor ilyen alapon ti gyilkosokká váltok, Síva gyilkossá, és sorolhatnám még Szofika gyilkossá, Fanni gyilkossá,
És ezek a kutyák, bármennyire is, én higgyétek el, annyiszor megkapom állatvédőktől is, hogy miért mented ezeket a kutyákat? Miért? Hát egy ilyen kutyának a megmentése, egy lebénult, sérült kutyának a megmentése ugye több százezer forint, ebből 10 egészséges, 15 egészséges meg lehetne, várjatok már, lezsibbadt a kezem, tehát 10-15 egészséges kutyát is meg lehetne menteni. Mensd! Tehát azért, mert te mondjuk az egészséges kutyákat szeretnéd menteni, attól még ne várd el tőlem azt, hogy ne várd el az alapítványunktól azt, hogy mi ránk ez kötelező érvényű legyen. Én azt gondolom, hogy Magyarországon, és ezt majd ti fogjátok eldönteni egyébként azzal, hogy kinek adjátok az adó 1%-ot, hogy támogatjátok-e a mi alapítványunkat, akik az esélytelen kutyákat mentik, vagy sem. Tehát ez a döntés ez majd a ti kezetekben lesz. Én egyelőre azt mondom az elmúlt 2-3 év tükrében, hogy van értelme a lebénult, a sérült, a beteg kutyák mentésének, és amíg ti mellettünk álltok, én azt gondolom, hogy addig lesz is értelme. Én nem csináltam egyébként abból idén titkot, hogy az adó 1%-nak most óriási jelentősége van. Azért is, mert ugye nincs saját gondozóhelyünk, nincs saját telepünk, ezért is nagyon fura, még egyszer ismétlem magam azt, hogy kap egy szervezet 35 milliót, akinek szintén nincs saját telepe, panzióztat. Ugye mi nekünk gondozóhelyünk van, a gondozóhely nem a mi tulajdonunk. És nekem tényleg az lett volna az első vagy alapítványunknak, hogy egy saját telepet, vagy egy saját rehabilitációs központot csinálni, és 35 millióból csodát, palotát lehetett volna csinálni a sérült kutyáknak, nem pedig elherdálni milliókat panzióztatásra. Na mindegy, az a lényeg, itt arra szerettem volna kiukadni, hogy nekünk a legfontosabb célkitűzés 2020-ra az, hogy legyen egy saját európai, nyugat-európai szintű rehabilitációs központunk, ahol tényleg szakemberekkel tudunk együtt dolgozni, olyan gondozókkal, akik minden szempontból eleget tudnak majd tenni a lebénult, sérült beteg kutyák ellátásának. Hogy miért van ennek jelentősége? Gondoljatok bele, hogy nagyon sokszor azért olyan magas a kórházi költségünk, mert mondjuk bent hagyjuk a kutyát, mert nekünk nincs hozzá meg a megfelelő asszisztenciánk. És ugye ez azt jelenti, hogy ez napi 10.000 forintokat jelent, és ilyen terhet Rómé plusz az alapítványra. Ha lesz majd egy, hogyha lenne, ha ti segíteni fogtok, és lesz majd egy saját rehabilitációs központunk, ami egy vágyálom, de én bízom benne, hogy akár sikerülhet is. Már mondjuk, na mindegy, meglátjuk. Nem folytatom most arra, hogy ezt a gondolatot. Szerintem azért az arcomra volt írva, hogy azért egy picit szkeptikus is vagyok ebből a szempontból. Minden majd eldől szeptemberben, ugye pontosabban májusig tudjátok felajánlani az adó 1%-ot, de majd szeptemberben kapjuk azt meg, majd akkor eldől, hogy álmodhatunk-e tovább vagy sem. Én nagyon szeretném, de tovább kell lépnünk, mert be kell látni, hogy így a mostani állapotban nagyon-nagyon szűkösek a határaink, és nem fogjuk tudni menteni egy idő után. Nem lesz progresszió, és nem fogjuk egy idő után tudni menteni a sérült kutyákat, akikre én azt mondom, hogy van szükség, és hogy van ennek társadalmi, erre van-e társadalmi igény, az biztos, hogy van, de hogy van-e támogatottság, ezt majd ti döntitek el. Na, én szerintem egy picit hosszúra nyújtottam el ezt a mai élőt, hosszabbra, mint ahogy terveztem. Annak nagyon örülök, hogy sokan néztétek a mostani élőadást, annak is nagyon örülök, hogy egy újabb életet menthettünk meg, holnap pedig megpróbálok ismét jelentkezni majd a gondozóhelyünkről, ahol imádok szartlapátolni, imádok takarítani, ellentétben azzal, amit állítanak idióták és irigy emberek rólam. Úgyhogy tartsatok velünk holnap is, örüljünk most Coopernek, és örüljünk a sok-sok megmentett életnek, akiket veletek együtt mentettünk meg. Legyen nagyon szép az éjszakátok, sziasztok!